másrészt pedig szórakozás. Tehát a mai világban is azt látjuk, amit egykor 200 évvel ezelőtt, hogy a fiatalok elmennek a hétvégén és szórakoznak, és közben táncolnak is. Tehát a mozgás egy természetes igény, egy kiváló alkalom arra, hogy az ember a feszültségét levezesse, hogy átélje azt hagyományőrzés esetén például, hogy ő kicsoda, kihez tartozik, milyen csoporthoz, milyen nemzethez, nemzetiséghez. Megpróbáltam olyan kis kombinációkat, meg koreográfiákat összerakni, amit ők gyorsan el tudnak sajátítani, mert azért az idő az kevés, az a fél óra arra, hogy elkezdjék nekik technikát tanítani. De én azt láttam, hál' Istennek, hogy nagyon jól gyorsan veszik a dolgokat, meg az instrukciókat, meg a sorrendeket rögzítik, úgyhogy nekem igazából ez a sikerélményem van, hogy azt érzem, hogy élvezik, és akkor, ha mindannyian együtt jól leizzadtunk, akkor ők boldogan mennek ki az óráról. Sokkal fontosabb, hogy az embereknek a nagy többsége táncoljon, hogy mozogjon, hogy érezze a ritmust, hogy érezze jól magát, hogy tartozzon egy közösséghez, hogy megismerje a testét, hogy foglalkozzon vele, hogy ne verseny legyen, mindig minden arról szól, hanem magáról az életről, magáról a körforgásról, az áramlásról, a test-lélek-szellem szabadságáról, és ezt szeretném átadni a növendékeimnek. Ebben élményre lelhet. És én azt gondolom, hogy ez a magyar néptáncnak a közösségformáló ereje, és ez az elsődleges mondani valója bárki számára, hogy közösségi műfaj, és hogy aki táncolni tud, akár csak két lépést is, de abban jól tudja érezni magát, az már, annak már több lesz az élete ezáltal. Here we go.